Na, sziasztok, ez csak egy kis gyors kurta vlog lesz. Éppen itt errefele sétáltam, és ezeket megláttam, úgyhogy muszáj voltam ide bejönni a telepre szétnézni. És figyelj, nincs itt senki. Úgyhogy de jó, de gond nélkül be lehet jönni. Egyébként ez a Füredi úton egy régi gyártelep, itt már voltam egyszer, ott vannak a kis, ott ilyen kis vasút is innek látszik, de egyébként nem az, hanem ott valami szállítódadó volt, és annak volt a kötött pályája. És akkor ezt nézzétek. Ez viszont egy ilyen régi rendőrségi autó. Valamilyen Lada szerintem, de most ez pontosan nem tudom, és olyan ugye veteránosított, azt látjátok, mert OTS rendszáma van. Nézzétek meg egyébként. De jó. És egyébként van mellette egy Zsiguli, és azt majd azt mindjárt megmutatom, azt egész pontosan tudom, hogy milyen fajta. Az pedig egy rendőrségi ULH, ott szerintem bent. És itt van megnézve. Szerintem egyébként az. Szerintem itt egyébként csak tárolják. De most nincs itt senki, úgyhogy szerintem van nélküle filmezhetjük, de ezt nézzétek. És akkor itt a másik. Ez viszont tényleg, ez a hagyományos Zsiguli. Az 1005-es vagy 1002-es, most írta, nem tudom, hogy ez most melyiket hívták Zsigulinak, de ez a klasszikus Zsiguli. És nézzétek meg, ott van benne egy modell is. És ott igen, ez rendes, a kilométer, ahol elmondom, ez az igazi Lada. Ott van egy magyar zászló is, király. És akkor ezt nézzétek, még mi van itt. Ugye rendesen a hangos beszél, vagy hát illetve azért a sziréna, meg a villogó. És most távolabb vagyok, hogy jobban látszódjon. Hát azt nem tudom, hogy ez eredetileg is rendőrautó volt-e, vagy egy sima Zsigulit fényeztek át. De nagyon jól néz ki. És egyébként, ha már ide bejöttem, akkor ezt nézzétek, itt is van még érdekesség. Ezek is ilyen veterán autók. Oho. Azt mondtam, hogy ilyen veterán autó parkoló van. Egyébként ezen a telepen sok minden van, itt buszjavító is van itt, meg egy edzőterem is van, tehát ide egyébként be lehet jönni minden gond nélkül. És ezt nézzétek. Hatalmas. Hát ezt most meg nem mondom, hogy ezek milyen autók, de ezek a fekete autók, ezeket semmi. Nem tudom, mi ez a koszorú, mondjuk tényleg úgy néz ki, mint egy hullaszállító. De csak kinézett, de ez a fekete szín egyébként, ez biztos nem az volt. Nem semmi. Ott van egy e-mail cím is, bár mondjuk innen nem olvasható. És akkor az ennyi lett volna ez a kis gyors vlog. Mondom, ezt így éppen kiszúrtam, amikor erre jártam, és akkor mondom, akkor miért ne filmezzük, de szerintem egy érdekes téma. Úgyhogy ez egy ilyen nem tervezett, csak egy gyors bejelentkezés volt, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!